pár szót mondanék a Memory repcéről. Nálunk a Lalpokalján ez a repce viszi most a prémet a kosszádos repcék között. Én nagyon szeretem ezt az anyagot, én is vetem már 3 éve. Nagyon jó alkalmazkodó képessége van, nagyon gyors robbanásszerű keléssel. Én otthon olyan 380-400-es vetőmag normával vetem. Ami az érdekessége a Memory repcének, hogy nagyon jó a tőszám kompenzáló képessége. Ősszel, amikor elvetjük, mit tudom én, ilyen 250-300-es tőszámmal szemenként, nagyon úgy mondják a gazdák, hogy ritkának látjuk az állományt. Tavasszal, ahogyan följön a jó idő, kap egy kis eső, úgy besűrödik, vagy olyan bődületes gyorsasággal, vagy bődületes lendülettel tud nőni, vagy olyan elánnal, hogy egyszerűen félelmetes. Nagyon hamar elbokrosodik, nagyon hamar indul. Az fontos megemlítenem, hogy a Memory azért későbbi repce, mint a sírtaki, úgy körülbelül július közepére tehető az aratás, itt ezen a Vasmegyei részen, ahol én gazdálkodom, 5-6 tonna közötti eredményeket tud, mivel ebben a repcében azért a potencia benne van. Ez egy intenzív technológiát igénylő repce, itt a nitrogént is oda kell neki tenni, lehetőleg a maximálisan megengedett 170 kg-os nitrogéndózist, a 3-szori gombaölőzés tavasszal kell, az őszi regulátor kell. Aki viszont ezeket a technológiai elemeket betartja, az bátran készülhet az 5-6 tonna közötti eredményekre. Még annyit, hogy a Memory repce az egy nagyon nagy növésű repce. Én 180 centi vagyok, én nem szoktam belőle kilátszani, amikor ez megnő. Ez a betakarítást egy picit megnehezíti, de én azt gondolom, hogy aki föl van készülve ilyen 5 tonnás repcékre, annak a technológia is megvan a gépudvarban, hogy le tudja aratni könnyedén. Szemkipergésre a Memory nem hajlamos. Ezt tavalyi év is megerősítette. Nagyon nehezen akart beéredni a Memory repce azoknál a gazdáknak, aki strobilurinnal kezelte az állományokat. Sok gazda hívott, hogy mit csináljunk, nem érik be, vagy nem tudjuk aratni a repcét, mert még mindig zöld. Mondta neki, várjatok vele. Várjatok vele egy hátát, nem fog kiperegni. Volt, aki elhitte, ő utána visszahívott, hogy ez jó ötlet, mert azt látja az ember, hogy száraz, de még a becők nem nyillanak, nyugodtan lehet hagyni még pár napot, vagy egy hetet, mert nem fog kiperegni. Elég jól tűli ezeket a betakarításkori csúsztatásokat. Nagyon rugalmas a betakarítás idejével, vetőmagigényeket május 1-től veszünk fel. Az jellemző még a kosszádra, hogy amikor például vetéskor kifogy valakinek a gép, és gyorsan oda telefonál, hogy kell mag, pár órán belül tudunk szállítani. Úgyhogy szerintem ez a kicsi cégek előnye, hogy amikor így valakinél kifogy a mag, vagy valakinek gyorsan kell mag, ők hamar megkapják tőlünk.